Kegyetlen vagyok az amerikai filmekkel, a hollywoodi klisékkel, és azért, mert mérhetetlen károkat okoznak. Tehát, hogyha egy család az ünnepeit vagy a hétköznapjait megpróbálja ezek szerint, a minták szerint berendezni, akkor folyamatosan kudarcokba, tehetetlen elégedetlenségbe szalad bele. Nem is szólva arról, ami talán a legrosszabb, hogy ezekre a mintákra a legjobban a gyerekek vevők. Tehát a családi filmek vagy a családi sorozatok egyik állandó kliséje az az, hogy a testvérek mérhetetlenül ocsmány módon marják egymást. Olyasmiket tesznek egymással, amiket pszichológiailag nem szabad megtenni. Tehát az a kedves kis családi poén, hogy a fiúnak büdös a cipője, és ezt a nővére a barátnői előtt vagy a szülei előtt szóvá teszi, ez egy sokkal pusztítóbb dolog annál, mint ahogy ezt el tudjuk képzelni, mert a szagokkal, azokkal borzasztóan megbélyegezzük egymást. Ha gondold el, hogyha valaki azt mondaná rólad, hogyha te egy mondjuk magyar állampolgár vagy, hogy Münchenben, hogy na te büdös magyar, szerintem fölmenne a pumpa. És ugye bármi egyéb, ami ilyen szaggal összefüggő dolog, az, ha meggondolod, egy szörnyű rasszista megbélyegzésnek az előtagja. Na most arra tanítják a gyerekeket, hát azt a mintát mutatják, hogy simán lehet a szagokkal gúnyolódni. Akkor az iskolában simán lehet üldözni egy kövér szemüveges gyereket, és majd ő bizonyítani fogja, hogy ő egyébként űrhajót tud építeni, vagy matek zseni, vagy kapcsolata van a földön kívüliekkel, mert ez fogja fölmenteni az elől, hogy őt lehet üldözni, mobbingolni. Pedig vegyük tudomásul, hogy nem fogjuk kiközösíteni a kicsi kövér gyerekeket, sem a nagy kövér szakállas pasikat, mert tudnak okosakat mondani, meg azért is, mert egyszerűen nem.